Az Emplén Kalandpark turista szállójába folyamatosan érkeznek a vendégek, csoportok a téli és a nyári időszakban egyaránt. Az itt megszálló vendégek kellemesebb időtöltését célozza meg a most átadott mini wellness részleg is. A nézőink szerintem megszokhatták, hogy nem csak Sátoraljóújhelyi városa, de az Emplén Kalandpark is folyamatosan fejlődik, nem csak nagyban, de kicsiben is ennek a fejlesztésnek, ennek az elképzelésnek az eredménye az a wellness sarok, amely a Mászófal központ alsó részein, pincehelyiségében került kialakításra. Ez gyakorlatilag a szálló vendégeink részére szolgáltat majd egy ilyen kis extrával, egy kis plusszal, de természetesen várjuk majd a későbbiekben azokat a vendégeket is, akik nem a turista szállón szállnának meg, viszont függetlenül eltöltenének itt esetleg egy-másfél órát, kikapcsolódnak, felfrissülnek, feltöltődnek majd. A wellness részleget egy CLRD pályázatból valósítottuk meg, javarészt. Maga a kialakítása pedig helyi vállalkozók bevonásával került sor. Viszont itt szeretném megjegyezni, hogy mind a városellátó központnak a segítségét nagyon köszönjük, mind pedig az Emplén Kalandpark kollégáinak a kreativitását és munkáját, hiszen részünkről is nagyon sok kolléga kreativitása és munkája révén kerül befejezésre a wellness központ. A wellness részleg két részre osztható, így azok is megtalálhatják a kikapcsolódást, akik nem a szauna és a pezsgőfürdőzés mellett döntenek. Van egyrészt a wellness sarok, ahol most állunk tulajdonképpen. Ez egyrészt egy szaunát, egy pezsgőfürdőt, illetve egy merülő medencét is takar, gyakorlatilag egy ilyen kis komplex szolgáltatást nyújtunk. A kettő zuhanyzó mellett, amit nyilván minden egyes wellness részlegnek most már egy kötelező eleme. Valamint, ahogy leérünk a wellness részlegbe, ott a vendégek számára, akik nem feltétlenül wellnesseznének, viszont itt a szálláshelyen tartózkodnak, és 8-9-kor már esetleg nem találnak programot, ami ilyenkor nyáron természetesen tudjuk, többek között a Kossuth-Lajos Művelődési Központ szervezésében is folyamatosan történnek a különböző fesztiválok, illetve programok, de hogyha mégsem találnának programot, akkor ott kialakítottunk számukra egy játszós sarkot. Ebben a részlegben jelenleg egy biliárdasztal és egy csócsóasztal található, a későbbiekben pedig egy léghoki kerül majd elhelyezésre, így mindenki megtalálhatja a számára vonzó kikapcsolódási formát, tette hozzá Tóth Csaba intézményvezető.